Az idei enyhetelet követően a kullancsok jobban elszaporodtak. A kullancs a nyakat és a hajlatokat kedveli, valamint azokat a testrészeket, ahol az erek a bőr közelében futnak. A parazita agyhártyagyulladást és Lyme-kort okozó baktériumot is hordozhat. Akár a saját kertünkben is összeszedhetjük a kullancsot, tehát a szabadban tartózkodás után saját magunkat, illetve a gyerekeket mindenképpen alaposan át kell nézni, különös tekintettel a hajlatokra. Ha azt veszük észre, hogy kullancs fúródott a bőr alá, akkor akár saját magunk is megkísérelhetjük az eltávolítását. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy a megfelelő kullancskiszerű csipeszt használjuk, amit patikában vén nélkül lehet kapni. Kiszerés során a kullancsot a bőrhöz minél közelebb érdemes megcsípni és határozott mozdulattal eltávolítani. A közhiedelemmel ellentétben nem kell attól tartani, ha a kullancs szájszerve a bőr alatt ragad, az napok alatt távozik a szervezetből. Viszont a kullancscsípésnek a helyét azt mindenképpen figyelemmel kell követni. Hogyha egy folyamatosan növekvő, ilyen céltáblaszerű kiütés jelenik meg a kullancscsípés helyén, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, illetve hogyha a csípést követően néhány napon belül hurutos tünetek, izomfájdalom, láz, levertség jelentkezik, akkor szintén mindenképpen orvoshoz kell fordulni, és a tünetek mellett el kell mondani azt, hogy kullancscsípés is történt. A házi orvosoktól védőoltást lehet igényelni, ami megakadályozza a kullancsok által terjesztett agyvelőgyulladás kialakulását, azonban a Lyme-kort nem. A védőoltáson kívül kullancsok elleni megelőző készítményekkel és kiszedő eszközökkel is lehet védekezni. A készítményeket nem elég egyszer, akár a nap elején használni, azokat a használati utasításnak megfelelően kell alkalmazni. Különböző védekezési lehetőségek vannak, elsősorban védőoltással, az kullancs által terjesztett enkefalitész megelőzésére, illetve vannak egyszerűbb eszközök is, spré karkötő formájában, amit az egész család használhat. Ezek közül is van bőrbarát, a szenzitív, amit már egész csecsemőkorban lehet használni. Egy felmérés szerint korábban Ausztriában volt a legtöbb kullancs okozta agyvelőgyulladásos megbetegedés. A védőoltásoknak köszönhetően azonban 60%-kal csökkent az enkefalitiszes esetek száma 10 év alatt. A kiszedett kullancsokat vizsgálatra is el lehet küldeni, hogy meggyőződjenek róla, fertőző-e vagy sem. Magyarország a közepesen fertőzött országok közé tartozik, évente 1500 körüli Lyme-kóros esetet regisztrálnak.